Szevasztok internet emberei! Sziasztok! Megpróbálunk segíteni azon az örök visszatérő kérdésen, ami úgy hangzik, hogy... Hogyan? Milyen routert vegyek otthonra? Elég gyakran találkozunk ezzel a kérdéssel. Elég ketten, tanfolyamokon, vagy csak egy baráti beszélgetés alkalmával. Értesz ez a hálózat, nem, nem valamit, hogy milyen De. Hát. routert vegyek otthonra? Én már azt szoktam mondani, hogy nem értek. <laughs> Igen, igen, hát ez volt Nálam is, amikor még egy PC időszak volt, hogy kisfiam, te érteszel? <laughs> számítógépes. Te, ilyen, te ilyen számítógépes vagy. Olyan olyan fajta vagy. És Na, nem szabad. tudod, hogy a melyik programban, melyik menüben, melyikkel, hogy kell, hogy kell mit csinálni? Mert uh -huh. ugye történt valami, csináltam valamit, és most nem csinálom. Így van. Hát kiírt valamit, én rákattintottam, hogy oké, okay, nem tudom mit ír, nem tudok én külföldiül. Na hát ezen a problémán akarunk segíteni, és reméljük ezzel egy ilyen örök Uh, horgonyt hagyhatunk itt az internet sűjesztőjében, ami talán nem sűjjed el az interneten együtt. Hol is kezdjük? Mi az az alapszintű belépő eszköz, vagy? Minek kell router? Tehát nem mindig így az szokott lenni, hogy kell nekem, kell nekem otthonra? Nagyon jó hát kérdés. Ad, ad, a szolgáltató, miért nem ad a szolgáltató Tehát legtöbbször ugye Magyarországon a szolgáltató szokott adni routert, ami sok esetben elég is szokott lenni egy átlagos felhasználónak az igényének a kiszolgálására. Ugye klasszikus problémák mindig az ott szokott lenni, hogy az a rúter, amit a szolgáltató ad, az nem a legoptimálisabb helyen van elhelyezve a háztartáson belül, hogy oda el lehessen juttatni a megfelelő kapcsolatokat vezetéken vagy vezeték nélkül. Ilyenkor szokott fölmerülni az, hogy jó, akkor vásároljunk egy másik routert, amit utána majd olyan helyre lehet tenni, meg szebb, nem így áll, meg nem úgy áll, hanem ilyen klassz. Igen, találkoztam én is az a jelenséggel, Alapvetően a szolgáltatótól kapott rúter nem egy rossz dolog, de valóban ez a helyzet, hogy átfurkálják ugye a lakásban a féle ajtótokat, stb. beúzogatják a kábeleket, valahova leteszik egy szekrénybe, telefon, régi telefon mellé, vagy telefonos kispolcra az eszközt, rácsukják az ajtót, hogy ne legyen csúnya. Így van. És ugye ezzel már is a wifi képességeket negyedeltük, harmadoltuk, hatodoltuk. Néhány decibel rögtön ott belül marad a, a, a fa mögött is. Jó, hát az alapvető kérdés nyilván persze az, hogy mire van szüksége az embereknek. Azért egy modern háztartásban teljesen elképzelhető, hogy, hogy az embereknek viszonylag kevés vezetékes kapcsolata van szükségük. Mert hát régen az teljesen megszokott volt, hogy minden be volt kötve eternettel, és ha a szívemre teszem a kezem, akkor én mindig azt mondom, hogy az a legjobb. Tehát ott, 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 ott azzal azért különösebb probléma nincsen, mert ott a jel az mindig oda megy, ahova kell neki mennie, és nem megy máshova. meg nem zavarják annyira nagyon más lékköri, mindenféle zavarok. Igen, um, igen. De még mindig találkozunk olyan háztartásokkal, amik most épültek az elmúlt pár évben, és mégis megfeledkeztek az építés során arról, hogy legyen egy cső a coax kábelnek, amivel esetleg majd a dvb TCS bármilyen szabvány szerinti uh, műsorszolgáltatást el lehet majd csípni a, a hálóban, vagy hogy vagy esetleg ki legyen építve a dolgozóban, legyen két nyomodat, internet ajzat legalább. Hát igen, nehéz, nehéz dolog ez. Ugye erre szokták bedobni azt a megoldást, hogy vegyünk egy mesh rendszer, és a mesh rendszer majd mindent megold. Nyilván a mesh rendszer nagyon-nagyon sok problémán fog segíteni, de minden problémát azt Például az azon megoldani. is, hogy a, azon a problémán is segít, hogy az éter többé nem lesz tiszta. Igen. És zavartatásmentes. Persze azért ezt is civilizáltan csinálni, és azért vannak a kedvenc gyártóink, palettáin és olyan termékek, amikkel azért egész kultúrát repeater jellegű viselkedést lehet megvalósítani. Meg hát még nem is néznek olyan csúnyán. És még nem is ostobák és rondák. Melyiket is szeretjük, ezek közül itt összegyűjtöttünk egy pár terméket. Hát nekem a személyes kedvencem az audience, mert viszonylag normálisan néz ki, és ha valaki szeretne egy, egy normális wifi AP-t, akkor az egy ilyen jó Arányban van az ár és a teljesítmény között, tehát még megfizethető áru, viszont van benne egy komoly teljesítményű, illetve nem is egy, hanem három, három rádió. Komoly teljesítményű rádió, mert az egyik egy 4 x rádió, és ez rendes wi fi Wave 2 tehát hogyha az ember föl is találja a, a Route a 7 hetet, és fölrakja rá a wi fi Wave V2-es csomagot, vagy megkérje a barátját, vagy rakja már neki a Wi-Fi év 2 csomagot, akkor ott egy nagyon-nagyon jó minőségű Wi-Fi AP-val fogunk szembe jutni, ami egyébként tökéletesen működik még routerként is, van még egy plusz gigáternek portja, amit erre vagy arra tudunk használni. ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Sőt, Ugye a RouterOS képességéből adódóan még ilyeneket így el lehet helyezni mindenféle stratégiai ponton, és akkor tud, tud teljesen wifi mesként is működni, azzal a hatalmas nagy előnnyel, hogy, hogy van neki három rádiója, tehát nem ugyanazt a rádiót fogja használni a kliensekkel történő kommunikációra, mint amit a, a mesh -nódok egymás között beszélgettek. Ettől még a mesh nem feltétlenül a legjobb ötlet minden esetben, de hát vannak olyan esetek, amikor a kompromisszumokat meg kell kötnünk, és néha ez az, az hogy nem fúrjuk, mert a, az életünk Pári azt mondja, hogy már pedig itt már festettünk, nem lesz semmi. És ezt kényelmesen rákaszthatjuk akár a szolgáltató meglévő wifi hálózatára. Nem kell útert feltétlenül vásárolni, vagy cserélni és konfigurálni, a konfiguráció sem egy őrület. Így van, van hozzá alkalmazás, és kat, kat, next, next, finish, és minden megvan oda. És kiváló működik. De mi van akkor, ha mégis router kell? Mit merünk ajánlani mondjuk egy ilyen átlag négy kötőjel öt fős családra, vagy négy kötőjel hat főcsaládra? Az legalább ugye fejenként van, ahol már három készülék, egy kis IoT, egy kis Igen. internetre kötött hűtőszekrény, egy kis. Hát hamar felugrik azoknak a wifi eszközöknek a száma <laughs> egy ilyen 10-20-30-as tartományban, még egy átlagos háztartásban is. Szóval ugye, mit merjünk ajánlani? Ha mit merjünk a... ajánlani? Hát szerintem azt mondhatjuk, hogy hogy a MikroTitt-nek a MIPS Big endian platformjától könnyes búcsút érdemes venni, Tehát ha van, ne dobjuk éppen ki, mert jó lehet még, de ugyanannan már, ha nem muszáj, ne vásároljunk olyan terméket, ami ilyen több okból is. Szóval együtt aztán többször is kimondtuk, hogy már nem érdemes sem MIPS, vagy PowerPC, vagy TILER alapú rendszereket vásárolni, hiszen látszik, hogy a mikrotik az ARM architektúra irányába mozdul el, és inkább már csak ilyen termékeket ad ki. Mi mm. van ezen a fronton, amit most érdemes lenne begyömeszölni egy otthoni hálózatba? hát ha, valakinek olyanra van szükség, hogy egyáltalán ne legyen benne wifi, mert ő csak szeretne rútolni, és ő nekem minden, mert olyan környezetben használó, csak vezetékes dolgok vannak, vagy mondjuk egy teljesen rútertől teljesen független wifi megoldást szeretne használni, dedikált APK, de akkor mindenképpen lehet mondani, hogy routernek tökéletes tud lenni a, 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 hex maga, ami lényegében egy multicore MIPS router, kettő darab processzor maga, a processzor kettő freddel, van benne hardware offloading kriptográfiára, tehát egy, 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 igen kis megfizethető, de ütőképes eszközről beszélünk. Nincsen benne wifi, de van belőle olyan változat, amivel tudunk mondjuk SFP-t dugni, és 5 darab giga portja, vagy 5, plusz, 5 darab giga portja plusz egy SFP portja van. Tehát ez egy router-router megoldásnak tökéletes. De a másik ilyen, ilyen kevésbé ismert tény, hogy a, a mikrotik switchek, a CRS sorozat is egy egy zseniális választás tud lenni a vezetékes router pozícióra, amennyiben a crs követő szám az 3-as, 4-es vagy annál nagyobb, hiszen ezekben olyan Marvel-Presztra csipek vannak, a amit a router OS már járdás. támogat. Úgy, olyan formán, hogy tud hardware offloadingot. A hardware offloadingban pedig tud IPv4-et forwardolni, IPv6-ot forwardolni, és a drágább switchek azok még natolni is tudnak, ami azt jelenti, hogy ha nekünk van egy switchünk, 24 db portal, ami routeros S6-tal csak egy egyszerű a switch volt, ami csak 24 giga sebességével tudott switchelni, rátöltjük a routeros S7-et, beállítunk néhány dolgot a konfigurációban, és utána 24 gigával tudunk rútolni. És ugyanez igaz a 10 gigás switchekre, és sőt arra még inkább, mert ott már nagyobb kapacitású táblák vannak a hardwareben implementálva, tehát több rútunk lehet, több ngs-hopunk lehet, több nat bejegyzésünk is lehet, ami már már egy egész enterprise jellegű forgalmat is el tud kezelni. Egy robosztus kis motyó, de ezzel kicsit szerintem most átléptünk már majd, hogy nem az ilyen kis vállalkozások rútere piacára, hagytunk tátongva egy, üre, egy üres a kettő között érzésem szerint, hiszen az előbb még Hexről beszéltünk, először a Audience-ről ugye kiterjesztjük a szolgáltató wireless Igen. hálózatát, aztán adtunk egy Hexet, amiben ugye nincsen wireless, de már egy jó alaprúter, és, és adtunk nagyon sok nagyon, portos, nagyon erős rútereket. Közé érdemes volna körülnézni, hogy mit lehet még találni a piacon, és itt nekem utóbbi pár adás alkalmával lettek személyes kedvenceim, ezek a AX-es szabvány köré csoportosuló kis termékecskék, például a HAP AX négyzet, a HAP AX köb, a -X köb. és ugye ennek jön hamarosan, és itt lesz a kezünkben a SATÜ AX mindenféle permutációban eltérve, eltérve, 5G-vel, 5G nélkül. Én nagyon remélem, hogy majd az audience is megjön, hamarosan az AX-es. Ó, az nagyon jó. Reménykedem benne, még nem láttunk, és nem, nem, nem ismerünk ilyen plegykát, de jó, úgy érzem, hogy ezek azok, amik a Broadcomnak az új chipsetjére épülnek. Igen, 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 igen. Hát itt azért egy nagyon-nagyon jó minőségű wi vel állunk szemben. Ugye hatalmas nagy előnye ennek is, mint ahogy az audience esetén is volt, hogy ezek már működnek, sőt, igazából csak a Wi-Fi év 2-es csomaggal működnek rendesen. Ott, tudjuk, ott tudjuk használni az ax működést, aminek, hogyha AX-es klienseink vannak a hálózatban, és kizárólag AX-es klienseink vannak a hálózatban, nagyon-nagyon-nagyon fogunk majd örülni, mert az egy teljesen új szint. hatékony a és nagyon, mind airtime-ban, tehát az, hogy a rendelkezésre álló levegőkapacitást, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, azt egész egyenletesen tudjuk majd kihasználni. Nagyon hatékony, a magasabb modulációnak köszönhetően, szóval hozza az ilyen... Meg a hozzáférés kontroll. Tehát a média lesz az, az egy teljesen Az, hogy új szín. Má, az, az egy hatalmas ajándék. Ettől még persze a WiFi az továbbra is WiFi marad, nem, nem, ha bárki azt mondja, hogy ez egy wireless switch, azt el kell égetni, kész. Ilyen ez nem így van. Nincs, nincs hogy wireless switch, jelenlegi Wi-Fi no, amíg ez half duplex, addig az, az továbbra is wi marad, annak az előnyeivel, meg a hátrányával, de egyre jobban megyünk abba az irányba, hogy ez egy jól élhető, jól használható, már-már ember Robusztus. számára robustus vezeték helyettesítő megoldás tud lenni otthon. Azért ezek az eszközök, amiről beszélgettünk, a, mind a satú, mind a, 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 az audience kivéve, mint a méretéből adódóan, meg az orientációjából nem túl kifejezetten sok port van. Mindegyik rendelkezik öt darab porttal, amit utána úgy konfigurálunk, ahogy szeretnénk. Sőt, azt hiszem, a satú pontot hogyan van. A Satu AX-ban már lesz két és fél gigás port is. Ezt egy korábbi adásunkban már elszpoilereztük. Látni a terméket még nem láttuk, talán, ha jól emlékszem, valahogy így a február vége felé ígéri a MikroTik az első példányokat belőle? De hírlevelekben már megjelent, tehát láthattátok őket. Hát annak azért már van, van előnye, az ember rá tud dugni valamiféle nagy kapacitású eszközt. Ne adj Isten valamelyik magyarországi szolgáltatónak a, a routerét, ami már nem csak 1 gigabit per szekundumos, hanem 2 gigabit per szekundumos ö, ö, internet sebességet is tud igényelni, és azt akkor egy az egybe igénybe tudjuk venni. Még nem tudom persze mire, de biztos hasznos lesz. A... hát a más nem speed testel. A speed tesztelni mindenképpen. Az én speed testem nagyobb, mint a te speed tested. <laughs> Illetve rádughatunk egy nast, vagy valami olyan eszközt, amiről azt várjuk, hogy otthon relatív nagy forgalmat bonyolít. És mivel egy vezetékes portról beszélünk, az a vezetékes port, a más -e lehet valahol másütt, ahol az a nagyon nagy kapacitású eszköz kedvére az meg hűlhet. Nem pedig ott a szobának a kellős közepén, ahol ideálisan szeretnék a wifi hálózatot szétszórni a mi kis eszközünkből. Mi maradt még ki? Beszéltünk az egész picitől a közepes uh, rútereken át, a sokportos switchekig, amelyeket akár vállalati környezetbe is rakhatunk, de ilyen fémes íz van a számban, hogy valami kimaradt. A fém tokozású rúterei a MikroTiknek többek közt a, a 4011-es, ami az én személyes kedvencem, mert egy ilyen kis kompakt eszköz az én asztalon is szépen mutat, passzív eszköz, van rajta, van rendes konzolportja, ami a, a végül, szívemnek igen, nagyon, igen, igen. nagyon, kedves, illetve erekbe is lehet rakni az ő kis Képzeld, a konzolportokkal kapcsolatosan forgattunk nem még egy klassz kis videót, hogy megmutassuk, hogy mi mindenre használható, és hogy lehet vele akár egy más gyártó ét egy másik rúteról, és futtató és mit elérni. Itt majd menni, Itt megnézzük. megnézzük, így van. Szóval ezért kedveljük a 4011-et, és ebbe a családba passzol kiválóan még az 5009-es router, ami szintén nagy személyes kedvenc, mert hát 64 bit ARM, 4 mag, 1400 MHz. Rengeteg hűtőborda. Emlékszem, ezt annak idején a Mikrotik úgy promózta, hogy azt hiszem a nominális CPU-s sebessége, talán akkor ez volt, ennek volt a legmagasabb a kínálatban. Azóta most a HAP AX köb elé toppantott képzeld, mert 1800 MHz-es. Azt a sebességgel. Nem jel. is tudom, hogy, tudják lehűteni, mondjuk abban van hely. Van hely, ugye szép nagy tepsi, csináltunk itt róla egy videót, megnyúztunk egy példányt, és belül találtunk egy ilyen uh, alumínium diszkoszos szobrot, amit így a CPU-k, memória és minden köré építettek, nagyon impozáns, jól néz ki. Uh -huh. Kíváncsiak leszünk majd, hogy jó. teljesít a felhasználóknál és a piacon. Akkor azt a szél se viszi Nem, ne, nehéz. Az 5000-es egy nagyon jó, nagyon jó kis router, ugye abban, annak van egy 10 gigás SFP pluszsa, ami 1 gigával is tud működni, van neki 2,5 gigás interfésze is, meg vannak neki gigás interfésze is, az, hogy ARM64, meg van ott egy USB 3 port is, és az USB 3 porton keresztül akár egy egyszerűbb NAS-nak is tudjuk használni az eszközt, hiszen normális sebességgel tud mondjuk egy SSD-t írni, sőt, ami ennél is jobb, még könnyedén tudunk rajta 64 bites konténereket is futtatni, és mindenféle érdekes alkalmazásokkal pazarolhatjuk a routerünknek a szabadon álló kapacitását. Egyszer hallottam, hogy valaki egy Unifi controllert installált rá. Tényleg? Nem tudom, ki lehetett az. Na szóval azt ott tartottunk 5009-es, tök jó, tudunk rajta konténereket futtatni, és az új... Rose. Rose. De Roche. Lesz egy új. Berosálunk, mert lesz egy Rose, amivel végre normális storage megoldást fogunk tudni a routerünkben barkácsolni. Nem vagyunk hozzákötve a benne lévő flashnek az írási, meg olvasási ez hanem hálózaton keresztül megoldhatjuk a tárolást, mentést, fájlok ide-oda elrakosgatását. Majd kíváncsi leszek, hogy lesz-e multi megoldás is. Igen, igen, igen. Az lehet látni, hogy már RAID konfigurációra is lesz lehetőség, ami mindenképpen érdekes egy ilyen router esetén, amire az ember nem várna ilyeneket. E... És azt hiszem, ezzel az végig is vettük a teljes mikrotik palettát, amit az ember otthonra elképzelhet. Szerintem jól kiszívtuk ennek a sorozatnak a vérét, de akkor most fölteszem neked mégis utoljára ezt a kérdést, hogy milyen rútert ajánlannál nekem otthonra. De tudjátok, hogy majd én is megnézem a videót. Sziasztok! Sziasztok!